Köszöntöm kedves nézőinket! A Művészváros mai adásában két érdekes beszélgetést tűztünk műsorra. Az első részben dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Skanzen főigazgató helyettese lesz vendégünk, aki fontos nemzetközi kinevezést kapott. A második részben Szvorák Katalinnal beszélgetünk, aki a nyáron Spanyolországban járt zarándok úton. Tartsanak velünk! Dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Skanzen főigazgató helyettese jó ideje az ICOM Magyarország elnöki pozícióját is betölti. A Nemzetközi Múzeumok Tanácsában további fontos feladatokat kapott, ő lett az Etikai Bizottság elnöke. Dr. Sári Zsolt 2001 óta dolgozik a Szentendrei Skanzen kötelékében. Pályafutása során a múzeológiai szakma legfontosabb díjait, így a Pulszky Károly és a Móra Ferenc díjat is elnyerte. Emellett figyelemre méltó nemzetközi tevékenysége is, amely egy fontos kinevezéssel gazdagodott nemrégiben, erről beszélgetünk most. Köszöntöm a stúdióban dr. Sári Zsoltot, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettesét és az ICOM Magyarország elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjünk talán azzal, hogy több mint egy évtizede az ICOM Magyarország tagja, és jelenleg elnöke is. Azt gondolom, hogy fontos, hogy bemutassuk a nézőknek, hogy tulajdonképp mivel is foglalkozik a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa, és maga a kinevezés, amiben részesült nemrégiben, az az ETCOM, azaz az Etikai Bizottság, öt állandó bizottság egyik tagjának választották. Így van. Ezt a kettő dolgot, hogyha külön választjuk és bemutatja nekünk, akkor ezzel kezdenénk. Hát az ICOM az a múzeumok legnagyobb nemzetközi szervezete. Most már több mint 70 éves, és az UNESCO mellett működő bizottságként is lehet értelmezni. A világ több mint 140 országában vagyunk jelen, tehát több mint 140 nemzeti bizottságban dolgoznak a kollégák, és emellett mintegy 30 nemzetközi bizottság működik az ICOM-on belül, amelyek a múzeumi világ különböző területeit fogják föl, a biztonsági kérdésektől, a különböző szakmúzeumokon át, városi múzeumok, egyetemi múzeumok, hadtörténeti múzeumok, néprajzi múzeumok, és lehetne ezt sorolni, és ezekben a bizottságokban fejtik ki a tevékenységüket a különböző kollégák, a különböző országokból érkező kollégák. A világ valamennyi részén jelen vagyunk, 3 évente van az ICOM-nak kongresszusa és nagy konferenciája, legutóbb Prágában. Ez azért is fontos volt, mert hogy először volt az egykori kelet-európai országok egyikében a rendszerváltás óta, és hát a másik nagyon fontos eredménye a prágai konferenciánknak, hogy elfogadtuk a múzeumok új definícióját, ami a korábbiakhoz képest egy sokkal a közösségek felé forduló, egy sokkal nyitottabb intézménytípust fölvállaló definíció, és hát a munkánknak a fókuszában most éppen az áll, hogy ezt az új definíciót a mindennapi működésekben is a múzeumok fölvállalják, és ebbe az irányba menjenek. Több mint 100 000 tagja van az ICOM-nak, tehát hogy valóban egy nagyon erős szervezet, és talán azt is jól mutatja, hogy a G20-as csúcs most volt Indiában, és ott az ICOM-ot is meghívták külön, hogy a kulturális életről, a kulturális területről, az örökségvédelemről kialakított álláspontba fejtse ki véleményét, hiszen ez az időszak a klímaváltozások miatt, a háborúk miatt, a természeti katasztrófák miatt, de akár a terrorizmus vagy az illegális műkereskedelem miatt is egyre nagyobb és egyre fontosabb kérdésként jelenik meg. Maga egyébként az Etikai Bizottság, ez a kinevezés, amihez egyébként ezúton is gratulálunk. Köszönöm. Mivel fog járni? Gondolom, hogy felügyelet, etikai kódexnek a vizsgálata. Miben rejlenek ezek a feladatkörök, amiket ön ellát? Hát most a legfontosabb, hogy folyamatban van és zajlik a múzeumok etikai kódexének a felülvizsgálata.
Ez egy több lépcsős folyamat, ami a tavalyi év folyamán kezdődött el, és most a 5 különböző szakaszban az ICOM tagjai kifejthetik a véleményüket különböző kérdésekben, akár a múzeumok belső működése, akár az oktatás tekintetében, akár a műtárgyak biztonsága tekintetében. És hát a mostani időszak az azért is fontos ebben a kérdésben, mert akár az ukrajnai háború, akár az afrikai térségben zajló változások, akár a szudáni helyzet, ami most talán az ukrajnaival hasonló műtárgy, műemlékvédelem pusztítást jelent, akár a klímaváltozás, az illegális műkereskedelem, ezek mind-mind hatással vannak az intézményeinkre, és hát nagyon fontos, hogy ezek az etikai kérdések nagyon határozottan jelenjenek meg az etikai kódexben, és hogy ez olyan válaszokat tudjon megfogalmazni, ami minden múzeumra és minden múzeumban dolgozóra igaz, valamint az is nagyon fontos, hogy az etikai kódexben megfogalmazott értékek, azok számon kérhetőek legyenek, és hogy a különböző nemzetközi konfliktusokban akár a múzeumban dolgozók, akár a múzeum épülete és a benne rejlő műtárgyak, és az múzeumokat működtető közösségek azok biztonságban érezhessék magukat, és ne veszélyeztesse akár az identitást, akár a nemzeti műkincs vagyont a különböző konfliktusok. Mik azok a tervek és célkitűzések, amiket maga elé kitűzött, hiszen az elnökségét is még tölti, természetesen az ICOM Magyarország elnökeként. Mik a legfontosabb kitűzései, és amiket mindenképpen szeretne megvalósítani? Hát nagyon fontos volt az egész ICOM Magyarország elnökségi periódusom kezdetén, hogy egyrészt ez nem egy egyszemélyes játék. Természetesen az, hogy én elnök vagyok, ez a tagságnak a döntése, és hálás is vagyok, hogy ezzel megbíztak, de az elnökséggel közösen olyan célokat fogalmaztunk meg, amelyek a magyarországi múzeumi szakmának a nemzetközi elismertségét erősítheti. Az, hogy a múzeumi világ nemzetközi tendenciái, a nemzetközi kapcsolatrendszer erősebb legyen a magyar múzeumok számára is, ez egy nagyon fontos célkitűzés, ezért is nagyon fontos, hogy a mostani ciklus, hiszen tavaly Prágában a nemzetközi szervezet új elnökséget választott, és az új elnökség most fölállította az új állandó bizottsági tagokat, és ebben nem én egyedül kerültem be magyarként, hanem nagyon fontos, hogy rajtam kívül Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója, korábbi ICOM Magyarország elnök, a stratégiai bizottság tagja lett, Galambos Henriett, a Szépművészeti Múzeum jogásza pedig a jogi bizottságnak lett a tagja. Tehát, hogy, és először, és ez is egy nagyon fontos, hogy először kerültek be magyar tagok az állandó bizottságokba, és hát ez külön öröm, hogy egyszerre hárman is bekerültünk. Azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy a nemzetközi múzeumi világban egyre jobban elismerik a magyar szakembereket. Tehát ez egy nagyon fontos célkitűzése volt az elnökségemnek és a most zajló 3 éves periódusnak. A másik, hogy olyan témákat jelenítsünk meg az ICOM Magyarországban, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot, hiszen maga az ICOM Magyarország a tagjai olyan szakemberek, akik múzeumokban dolgoznak, tehát megpróbáljuk azokat a nemzetközi tendenciákat itthon is láthatóvá tenni, ami a világban zajlik. Nagyon jól sikerült konferenciát rendeztünk a prágai kongresszus után, ahol az új definíciónak a magyar lehetőségeit, a magyar adaptációját jártuk körbe. Idén a fenntarthatóság volt a központi téma, és a múzeumok világnapjához, amit amúgy az ICOM szervez világszinten. Ehhez kapcsolódott egy konferenciánk. Emellett pedig azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdésként merül most föl, az ukrán háború kapcsán
az ukrán műkincsállomány és műkincsvagyonnak a védelme és mint határmenti szomszédország. Ebben különös szerepünk lehet, hiszen egy olyan tranzitország lehetünk, ahol az ukrajnai műkincsállományt, amit ellopnak és kiviszik az országból, az rajtunk keresztül is mehet, tehát hogy itt a szakembereknek a különböző hatóságokkal való együttműködése az nagyon fontos. Ennek milyen megvalósítási lehetőségei vannak, hogy ez ne vesszen, és ezeket a veszélyeket valamilyen módon kiküszöbölhessük? Nagyon fontos az, hogy az ICOM rendszerében van egy úgynevezett Red List sorozat, ami azt mutatja meg, hogy különböző régiókban vagy különböző országokban mely műtárgy típusok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. És az elmúlt évben elkészült a Red List Ukrajna, ami azt jelenti, hogy összeállította az ICOM azt az anyagot, amit a határőrizeti szervek, a rendőrség, a különböző nemzetközi szervezetek közösen tudnak használni. Egyrészt, hogy fölismerjék azokat a tájtípusokat, amik a veszélyeztetett körbe tartoznak. Másrészt nagyon fontos, hogy hogy a magyar múzeumi szakemberek is kapcsolatban vannak ezekkel a rendvédelmi szervekkel, és ha szükséges, akkor tudunk segíteni. Másrészt nagyon fontos, hogy az ukrajnai kollégáknak is tudunk segíteni, akár tanácsadással, akár gyakorlati, hiszen több mint egy éve a háború kitörése után az ICOM Magyarország összefogásával segélyszállítmányt tudtunk kijuttatni ukrán múzeumoknak, amiben csomagolóanyagot, biztonsági eszközöket tudtunk számukra biztosítani, hiszen ez nagyon fontos volt az ottani műkincs állomány védelme érdekében. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy az a nemzetközi kapcsolatrendszer, amivel az ICOM Magyarország is rendelkezik, ezen belül tudjuk ezeket a tapasztalatokat megosztani, és különösen az Ukrajnával határos, és nekünk is szomszédországok, Szlovákia, Románia, aztán Lengyelország, az ottani ICOM bizottságokkal közösen tudunk segíteni az ukrán kollégáknak. Kicsit a Skanzen életéről és mindennapjairól is kérdezném, hiszen az ön munkásságának is köszönhető, hogy a legjobb európai skanzenek között tartanak bennünket számon. Több európai uniós projektet vezetett, és egyébként a 20. századi épület együttes koncepciójának a kidolgozásában részt vett ön az elkészítője. Milyen célokat tűz ki még maga elé, hiszen azt gondolom, hogy ezt a nemzetközi reputációt szeretné tovább növelni, illetve sokféle más kérdést szeretnének feldolgozni, fontos társadalmi kérdéseket. A múzeumi munka az csapatmunka. Tehát az nagyon fontos, hogy a Skanzenben egy olyan közösség jött létre, Cseré Miklós főigazgató úr vezetésével, ami most már évtizedek óta nagyon határozott célkitűzéssel rendelkezik. Ez pedig az, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egy valóban közösségi intézmény legyen. Egy olyan múzeum, ahol hazai vendégek, a külföldi vendégek egyrészt megismerhetik azt a gazdag népi kultúrát, amivel a magyarság rendelkezik. Másrészt nagyon fontos, hogy a modern múzeum az olyan eszközökkel szólítsa meg a látogatókat, különböző korosztályokat, amiket ezek a korosztályok megértenek és használnak. Ezért fontos az, hogy az átadási módszerben óriási változások történtek az elmúlt évtizedekben. A statikus enteriőrök mellett ma már élő múzeum, különböző aktivitások, élő történelem várja a hozzánk érkezőket. Nagyon fontos, hogy a múzeumnak mégis a legfontosabb küldetése az, hogy a hozzánk érkező látogató jól érezze magát. Tehát, hogy egyrészt olyan programokat kínáljunk, ami akár önfelett szórakozást is biztosít. Másrészt az is nagyon fontos, hogy a múzeum, ami mégiscsak egy örökséghelyszín, és az egyik legfontosabb feladata, hogy a rábízott örökségkincset megőrizze, és az ebben rejlő tudást átadja, és ez a tudás nagyon alkalmas arra, hogy a mindennapjaink problémájára, kérdéseire, legyen az a klímaváltozáshoz kötődő, legyen az a családhoz kötődő, legyen az a történelmi vagy társadalmi sorskérdésekhez kapcsolódó, ezekre olyan válaszokat tudjunk adni, vagy válasz lehetőségeket, amivel a látogatók élni tudnak, és praktikus tudást is tud szerezni. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek legfontosabb eredménye a Skanzenben, hogy ez irányba tudott a múzeum ellépni, és hogy elmondhatjuk, hogy
hogy a Szentendrei Skanzen ma Európa legjobb múzeumai között van számon tartva. Ahol látható az erdélyi tájegység, ami egy nagyon izgalmas kezdeményezés, és gondolom, hogy a műtárgyak gyűjtésében is lesznek változások, vagy akár újdonságok, hiszen a diaszpóra ez egy nagyon fontos kérdés, és szeretnék beépíteni ezt is. Erről tud mesélni, hogy ez milyen témákat, aktivitásokat rejthet magában? Ugye az Erdély tavalyi átadásával, az első ütem átadásával, hiszen még nincs kész a teljes tájegység, azon, hogy az egyik legfontosabb küldetését teljesíti a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint kultúrstratégiai intézmény, mint nemzeti közgyűjtemény, ez pedig az, hogy a trianoni határokon túlra is reflektál, és nagyon fontos, hogy egy olyan néprajzi, olyan történeti és földrajzi zónát mutatunk be, ahol nagyon jelentős a magyar nemzetiség aránya, és fontos része, a meghatározó része a magyar nemzet kultúrájának. Tehát az Erdély Épület Együttes egyfajta nemzetegyesítés is a múzeum életében, és hogy az ebben való közreműködésünk megjelenik. De nagyon fontos, hogy ennek az előzménye már az Észak-Magyarországi falu tájegységünkben megjelent, hiszen ott a Felvidékről, a mai Szlovákia területéről is került át épület, és be tudjuk mutatni, hogy a politikai határok azok nem kulturális határok. A diaszpóra kérdése pedig azért fontos, mert hogy abban is azt tudjuk megmutatni, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akik különböző okok miatt elhagyták Magyarországot, és a világ különböző pontjain telepedtek le, és ugye már ez is egy bő 100 éves, vagy majdnem 150 éves történet, hiszen már a 19. században megtörténtek az első kivándorlások. Az első ilyen épületünk és kutatásunk az Észak-Amerikában volt, Pennsylvániában, aztán Argentínában volt ilyen típusú kutatásunk, és onnan is gyűjtöttünk, és az elmúlt évben elkezdtük az izraeli magyar diaszpóra kutatását, és egy kibuc épületet sikerült fölmérnünk és lebontanunk. Ugye az egész diaszpóra kutatásban olyan kérdések jelennek meg, hogy az életmód kérdése, hogy lehet egy távoli országban új életet építeni, mit jelent az ottani közösségek számára a Magyarországhoz fűződő viszony, és hát azt gondolom, hogy mint nemzeti közgyűjtemény ezzel válik teljessé a mi küldetésünk, hogy a határon túli magyarság mellett most már a diaszpórával is tudunk foglalkozni. Illetve fontosak a tematikus évek is, hiszen minden évben új témákkal találkozhatunk, és ön is 4 tematikus évet tervezett meg. Hogyan tovább most a múzeumok és a malmok vannak központban? Milyen további tervekről tud beszámolni? Most zajlik a Skanzenben a malmok éve. Ennek az az apropója, hogy egy interreges pályázat segítségével sikerült a múzeumban található 5 malomépületünket és szerkezetét is felújítani, és ma már teljes terjedelmében működőképes, és az állandó programjainknak a része. Hamarosan nyílik majd egy malomtörténeti kiállítás, ami lezárja ezt a programot, és hát nagyon készülünk a jövő évre, hiszen 2024-ben Szentendrén a Skanzenben találkozik az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetsége. Ez amúgy az ICOM-nak egy társult szervezete, és a világ egyik legnagyobb szabadtéri múzeumokat tömörítő szövetsége, aminek a központi kérdése most a konferencia kapcsán pontosan az lesz, amivel a Skanzen most már évtizedek óta foglalkozik, hogy hogyan tud a szabadtéri múzeum, mint egy nagyon sajátos múzeumtípus, válaszokat adni a különböző társadalmi és történelmi traumákra. Nagyon kíváncsian várjuk majd a világ különböző pontjairól érkező kollégáknak a témában bemutatott előadásait, és hát mi is szeretnénk megmutatni, hogy mi Szentendrén milyen témákban, milyen kérdésekben tudunk ebben az összefüggésben is megmutatkozni. És hát fontos maga a szövetség életében az is, hogy egyrészt Cseri Miklós főigazgató úr 2 cikluson keresztül volt elnöke, előtte alelnöke a szervezetnek, jelenleg én a Szabadtéri Múzeumok Szövetségének az alelnöke vagyok, és hát talán jövőre még tovább tudunk lépni ebben a kérdésben is. Én ezt nagyon sok sikert kívánok önöknek, és köszönöm, hogy megosztotta mindezt velünk. Köszönöm szépen. Thank you.
Spirituális és vallási szempontok is vezérelhetik azokat a személyeket, akik a híres zarándok úton az El Camino-n járnak. Szvorák Katalin népdalénekes elmesélte stúdiónkban, miért választotta ezt az utat barátnőjével, Tóth Zsókával. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Szvorák Katalin népdalénekest és Tóth Zsóka előadó művészt, akik idén nyáron együtt járták be az El Camino közel 350 kilométeres szakaszát. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. És örülünk a lehetőségnek. Nagy izgalommal várom az élményeiteket, hiszen szerintem nincsen felnőtt ember, aki ne hallott volna valamilyen úton módon az El Camino zarándok útról. Ti hol találkoztatok először ezekkel a ismeretekkel, ezzel az úttal? Hát itt szerintem a Zsóka erről bővebben tud. Igen, én 11 szólni. Évvel ezelőtt mentem Saint-Jean-Pied-de-Portból Santiago de Compostellába. Ez egy hónapos út volt nekem az én ritmusom szerint. És amikor befejeztem ezt az utat, tulajdonképpen már akkor megszületett bennem, hogy más irányból is el kellene menni erre az útra, és most jött el az a hívás, az, az erő, hogy akkor induljak. Igen. És megkérdeztem Katit, hogy tartana-e velem. És én boldogan rábólintottam, mert egy olyan élethelyzetbe kerültem, hogy nagyon nagy szükségem volt arra, hogy egy kicsit lecsendesedjek és lelki békére lejjek. Szokták mondani, hogy aki az El Camino-t járja, vagy bakancslistás utat tervez, vagy a kihívást keresed, fizikai kihívást, vagy az elmélyülést, akkor Zsóka, először bejártad ezt az utat próbaképpen, de és most segítő társa voltál, barátnője Katalinnak ezen az úton. Hát remélem, hogy segítőtársa voltam, de inkább arra módosítanám, hogy egymás segítőtársai voltunk, hiszen azért minden úton vannak nehézségek, örömök és váratlanságok, úgyhogy ezekben mindben volt részünk, és nagyon jól választottuk egymást, mert ritmusban egyformán mentünk. Mindig elől haladt a Zsóka, tehát ez egy hihetetlen húzóerő volt nekem is, hogy ő elől haladt, és én szépen mögötte vonultam. Tehát ez azt is jelenti, hogy nem együtt mentünk, tehát nem kézenfogva mentünk, igen, meg egymás sőt, mellett annyira mentünk. Ráéreztél arra, hogy mikor van szükségem arra, hogy egyedül legyek. Úgyhogy magammal. Igen, ez nagyon jó, mert egyrészt az ember azzal foglalkozik, úgy szívja be a tájat, meg az ami illatokat körülveszi, ahogyan az ő lelke kívánja, és nem megyünk egymás agyára, hogy így mondjam, mert hogy nagyon el lehet fáradni az úton, amikor az ember még saját magát is nehezen viseli el néha. Úgyhogy ezért volt jó a mi párosunk, mert tudtuk azt a távolságot tartani, ami nagyon hasznára vált ennek az együttlétnek. Igen, igen, hát volt, amikor 33 kilométert mentünk, volt, amikor 25-öt, tehát ez változatosan volt meg ez az út így kijelölve, de hihetetlen élmény volt, és nagyon jó esőérzés. A fáradtság is nagyon jó tett a léleknek. Tehát hát ugye gondolhatjuk, hogy a hátunkon a több mint 10 kilós hátizsák, 3 liter vízzel, ami valóban sok. De annyira megszoktuk, hogy a végén már tényleg hiányzott. Amikor hazajöttem, nekem már nagyon hiányzott az a teher, amit addig cipeltem magammal. És ez a megfeszítettség, tehát olyan értelemben, hogy ugye erőteljesen megy az ember, és cipeli az ember, ez egyúttal azt is jelenti, nyilván belsőleg is, hogy az ember levetkezi magáról, elhagyja azokat a dolgokat, akár csak rossz gondolatokat, fölösleges terheket, hagyja szépen el. Ez a legapróbb dolgoktól kezdve sok mindenben megmutatkozik. Igen. És ugye mondta Kati, hogy a nagy terhek,
ugye mi mielőtt elindultunk az útra, azért csináltunk próbát egymással, és sokkal nehezebb túrákat csináltunk, igen, mint amilyen ez az út. Tehát többet is mentünk, sokkal mostohább körülmények között, szintekkel, mindennel. Úgyhogy mi tudtuk, hogy ezt mi bírni fogjuk, mégis az első 30-as fölötti útnál, az elsőnél, Portóból indulva, ott én magam bizonytalanodtam el, hogy vajon én jól döntöttem-e, hogy bírom-e majd ezt a távot és utat, és Kati is megijedt, én sem tudtam hova tenni. Igen, tehát láttam, hogy a Zsókának nagyon nehéz a teher, tehát a testtartásán láttam, és így félrehúzta a hátizsák, és mondom, úristen, mi lesz itt? Ez még csak az első nap, hogy fogja bírni? Igen, és alig vártam, hogy beérjünk a szálláshelyünkre, de hát közben pedig én eldöntöttem, hogy én a hátizsákomból ott fogok hagyni a szálláshelyen, vagy pedig feladom postára, vagy megnézem, hogy milyen lehetőség van arra, hogy én pár kilótól megszabaduljak. Többet tettünk be, mint szabadott volna, ezt mi tudtuk, én tudtam. És beírtünk, és kérdeztük, hogy van-e itt posta, és mondják, hogy hát itt van a szomszédban, és meddig van nyitva? Hát van még egy óra, 16 óráig. És én vittem egy nejlon zsákot magunkkal, nem is tudom miért pontosan, de ott volt a hátozsákomban egy nejlon zsák is, ott meg adtak egy papírdobozt azzonnyomba. Beraktuk azt, amit mi azt gondoltuk, hogy nekünk ez nem kell. Ez azért első napot tekintve, ez óriási nagyon dolog. Nagy döntés volt, hogy nem kell polár felső rész. Ha fázunk, mindent fölveszünk, amink van, de polár felső rész nem kell. Én magam részéről a túra szandálomat is elküldtem, amit néha sajnáltam, néha nem. Tehát csak egy ilyen fürdőpapucs maradt nálam váltócipőnek, és fölösleges krémeket, és mindent. És Kati is belakta a polárját, amit én most ezennel visszaadok a fölösleges krémekkel, és minden. Nézzük meg, milyen súly. Hát ez olyan 40-50 deka. Ennyivel volt kevesebb, igen, a csomagot. És ahhoztam, megérkezett a csomag. Úgyhogy az is egy csoda volt, hogy hogyan érkezett meg. Tudnélik, izgultunk azért, hogy hogyan fog ez ide érni, hiszen csak azt írtuk rá feladónak, hogy Tóth Zsóka és a telefonszámot. Semmi más. Mondták a postán, ez így jó lett. Na jó. És itthon pedig szóltam, hogy jön majd egy csomag. És emlékszel, igen, amikor igen. Santiago de Compostellától még jó pár kilométerre voltunk, de már ráláttunk a városra. Igen. Egyszer csak az erdőben megszólal a telefonom, és beleszólnak, hogy hozom a csomagot, jó napot, nyissák a kaput, és akkor érkezett meg a telefon, akkor érkezett meg a csomagunk, és hát értesítettek, hogy akkor megérkezett a, megfelelő megérkezett a csomag, igen. És szóltam otthon, hogy akkor minden várják. Rendben. Igen. Már az első napokon is ekkora izgalmak voltak. Ez nagyon nagy izgalom volt, és nagyon-nagyon nagy fáradtság, nagyon nagy izgalom volt ez. És hogy első nap nagyon korán is indultunk, tényleg ilyen 3-4-6 vagy 4-6 körül. Nagyon, már sötétben indultunk. Portóból. Igen, pont azért, hogy beérjünk, hogy ne menjünk nagyon sokat a nagy hőségben. És fontos volt, hogy mindig időben érkezzünk a szálláshelyre, hogy legyen még szállásunk, igen. Legyen szállásunk, igen. Legyen még egy kis időnk, mert ez bármennyire is érdekes, meg bármennyire is elfárad az ember, ez úgy működik, hogy beérkezik, letusol, kimossa a cuccát, mert ugye másnap is abban ugyanazt, megyünk, igen. Mert nekünk az van, tehát ki kell mosni, és megszárad reggelre, és ezzel már fel is éled az ember. Akkor hol vagyunk, mindent megnézünk, megyünk, és élünk ott.
És meg hát ott nagyon találkozunk a többi zarándokkal, és beszélgetünk is. Igen. Ezek is nagyon jók voltak a világ minden részéről emberek, és hasonló lelkületűek, tehát nagyon-nagyon jó volt velük is találkozni, igen. Az is nagyon érdekes, hogy ugye sokféle korosztály megy ott az úton, bár mi pont az idény előtt voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy mindig találtunk szállást, nyugodt volt ugye a körülmény, és a korosztály pedig bárkivel szobál. Tehát a fiatalok velünk éppen ugyanúgy, mint ahogy mi velük, és mentünk egy darabig az úton, köszöntünk, szia, találkozunk, és megyünk tovább. Az állandó kérdések, hogy honnan jössz, mit csinálsz, miért jöttél, mivel foglalkozol, és nagyon, nagyon érdekes emberekkel találkoztunk. És végig áldás. Tehát egyszerűen az első pillanattól éreztem, hogy ezen az utunkon áldás van. És hát hányszor fordult elő, hogy kiléptünk a zarándok szállásunk helyéről, és akkor vagy megszólalt reggel a harangszó, vagy amikor beléptünk a templomba, ajtaját kinyitottuk, megszólalt a harangszó. Ez valami hihetetlen, igen, volt. És ilyenkor én hálából, és aztán én hálából mindig elénekeltem egy-két Mária éneket, mert csak ketten voltunk a templomba, és olyan jól esett. De volt, amikor már harmadszor is, délben is megszólalt, igen, a harang hosszasan, pont akkor egy nagyon nehéz napunk volt, mert esett az eső, bőrigázva, ott próbáltunk egy kis melegedést kapni, föntről is, és akkor már elsírtam magam, nem bírtam idegileg, tehát egyszerűen döbbenetes volt ez a hatás. Azért ezt megfejtettük. Tehát az, amikor pont belépsz a templom ajtaján, és megszólal a harang. Kész, teljesen, de ezt megfejtettük. A harangok mindig adott időben szólnak. De mi, a mi ritmusunk az nem adott időre szólt, és ezért néha találkozott az adott idő. De sokszor találkozott. Elég sokszor találkozott, úgyhogy ünnep volt. Tényleg, igen, ünnep, igen, volt. Abszolút. Igen. Nem is lehet tervezett. Tehát az ember elindul az úton, biztos egy adott listája van, hogy körülbelül mikor kellene hova érkeznie, de ugyanakkor bizonyára minden spontán. Abszolút, igen, spontán. Abszolút. És ez a jó benne. Abszolút. Tehát, igen. Akkor angyalok kísérték az utatokat. Oh, igen, az biztos. Igen, 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 biztos. Igen. Mennyi penzumot terveztetek egy-egy napra? Mennyit mentek? Ilyen 20 kilométer környékén, de volt, mondom, amikor 33 volt, amikor 18, de annál kevesebb soha nem volt. Tehát, igen, általában ilyen 25, 27, 28, igen, kilométer. És tulajdonképpen nekünk visszafelére nem szólt repülőjegyünk. Tehát úgy gondoltuk, hogy mi ezt szabadon elengedjük, ezt a kötelezettséget, hogy oda kell érnünk, és mindenféleképpen oda kell érnünk. Úgy gondoltuk, hogy az szerint, a ritmus szerint megyünk, ami nekünk jól esik, és amit bírunk. Ebbe tényleg többször volt 30-as, vagy 30 fölött, de volt kevesebb is, amikor úgy gondoltuk, hogy van időnk, és lesz látnivalónk, és ezt feltétlenül meg is akarjuk nézni. Tehát akkor arra hagytunk több időt. Mik voltak a nagy élmények, a legnagyobb látnivalók, amikkel szembesültetek és rácsodálkoztatok, akár természeti, akár épített? Hát nekem például az erdőben való barangolás, vagy túrázás, zarándoklat, az hihetetlen volt, eukaliptuszi erdők között. Hihetetlen illatok, virágok, meg minden növényzet, az nagyon-nagyon rengeteg energiát is kapott az ember ezektől a fáktól. Például, de a városok is, ezek a kis középkori városok is fantasztikusak voltak, tehát Valencia, vagy Tui, tehát, de sorolhatnám, mert minden kis város külön gyöngyszem volt az út során. És miután elosztottátok a terheket, onnantól kezdve könnyebbé vált az út. Abszolút. Már másnap. Már másnap, más már volt. Másnap. Semmi gond nem volt. Testtartása is más semmi, volt. Semmi gond, igen, nem volt. Semmi. Hát mindent bírtunk. A két kilót rögtön megérezte.
két kiló mínuszt. Minden. Fantasztikus hölgyek. És hát azért azt is hozzá kell, hogy ezek a botok nagyon sokat segítettek az úton. Tehát egyensúlyban tartottak bennünket. Meg sokszor volt, hogy patakon kellett. Igen, igen, a lábról. Térről, igen. Sokszor patakon kellett átkelni, tehát ez azért segített nagyon sokat. Egy kicsit ilyen nordic walkingos technikával? Vagy ez nem túra volt. Ez nem nordic walking. Ez túra. Igen. És hát mondtátok, hogy gyakoroltatok, felkészültetek, de azért az más, hogy egyszer-kétszer elmegy az ember akár 30 kilométerre, de azt minden nap kell csinálni. Igen. Ez ugye a... az embernek feltöri a lábát a bakancs, vagy ilyen elem? Igen, nekem szerencsém volt a bakancssal. Engem a próbaúton, itt a Gerecse túrán tört fel a bakancs, és rájöttem, hogy abba a bakancsba nem szabad mennem, és akkor vettem egy másik bakancsot, és az nagyon bevált, úgyhogy az nagyon jó volt. Tehát... Kikkel találkoztatok? Mondtátok, hogy a túra társakkal este lehet a szálláson találkozni. Igen. Voltak, akik esetleg úti társatokká váltak egy-két napra? Hát voltak visszatérő... társaink, akikkel egy-egy állomáson újra találkoztunk, egy olasz házaspár, egy Alba nevű hölgy, aki nagyon-nagyon, egy kis törékeny, vékony kis hölgy, felemás zoknikba rögtön feltűnt a külleme is. Ő egy kis könnyű hátizsákkal ment, és a férje cipelte a nagy terheket, mert ő nem is bírta volna fizikailag, de ők nagyon aranyosak voltak, és sokszor beszélgettünk velük, és velük tart a kapcsolat, tehát azóta is azért néha írnak e-maileket. Hol fejeztétek be az utat? Mi volt a végállomás, a célállomás? Hát az arándoklatnak Compostela, de előtte elmentünk Finisterrába is, a világ végére, de oda már busszal mentünk, mert azt is látni kellett. Számomra az volt a döbbenetes, tehát hogy az a kis félsziget, ahogy körbe van ölelve az óceánnal, és én oda vittem két követ itthonról, és ott dobtam be az egyiket az óceánba, a férjem kövét, és a másikat pedig egy kereszthez helyeztem el. Hát, neked egy gyász folyamat is volt, ugye? Igen. Egy lelki feldolgozás, ez az út. Igen. Nagyon sokat adott, letetted a terheket, hát, amennyire ezt lehet határozni? Hát végig velem volt a Tamásom, főleg reggelenként éreztem nagyon. És ilyenkor együtt mentetek, vagy meg volt az út, hogy Katalin egy kicsit... Nem, ott is külön voltunk. De mindig egymás rátutálkozásában. Külön voltunk, a saját gondolatainkkal. Ugye együtt mentünk ki, de ott külön voltunk az óceánpartján. Igen. Igen. Ez nagyon érdekes, tudnélék, el sem képzeli az ember itthon, azzal, hogy mondjuk megy egy 35-öt, vagy akármennyit, túrázik, és másnap ugye nem megy, és itt pedig minden nap menni kell, és nem, hogy nehezedne a dolog, hanem könnyebbedik. Könnyebbedik, mindig könnyebb a nap, könnyebb és könnyebb. És annyira sok mindent el lehet viselni, amiről itthon el sem gondoljuk, hogy még azt is elbírjuk, még azt is kibírjuk. Rohannánk orvoshoz, hogy jaj, annyira fáj a forgóm, de menni kell, és akkor és meggyógyul. Egyébként nekem a forgóm akkor fájt, amikor hazaértem, és 2-3 napig nem jártam, nem gyalogoltam. Akkor igen, kezdett fájni. Igen. És most muszáj volt mennem. Tehát ilyen elvonási tüneteim voltak, amikor hazaértem. Sőt, szinte depressziós lettem, hogy most nincs menetelés, és nekem ez mennyire jó volt. Igen. Igen. Vagy például az út során egyszer kaptunk igazán nagy esőt, de olyan esőt, hogy az egész valami nap borzasztó, egész nap esett már az eső, és kiderült, hogy a mi esőkabátunk, ami hiper-szuper esőkabát volt, de régen vettük, és sajnos elöregszik. Igen. És ugye azzal a hittel, hogy mindent bír az esőkabát, kiderült, hogy nem bír, még az enyhe esőt sem bírja, és így mentünk, akkor már nem tudom hány kilométert, és egyszer
A Kati mondja, hogy üljünk le itt és ebédeljünk. Igen, mert láttam én egy ilyen zarándok menüt írva, hogy van. Igen. Bennem meg az volt, hogy már úgyis át vagyunk ázva, sokkal jobb lenne, ha folytatnánk az utat, és minél hamarabb beérnénk, hogy végre megszabaduljunk a vizes cuccoktól. És akkor jött a hatalmas zuhi pont. És elindultunk, és pont egy olyan helyen, ahol már ott volt a város a szánkban, igen, igen, már mindjárt beérünk. Láttuk a dombokról, igen. És akkora esőt kaptunk, hogy nem, hogy a cipőnk ázott el, de a cipőnkből folyt ki a víz, és akkor még átmentünk a Jean Eiffel tervezte hídon, a városba bevezető hídon. Volt. És igen, és ott mentek mellettünk az autók is, így ömlött ránk a víz, ahogy húztak el mellettünk. Igen, a sáros víz. Semmink nem száradt meg másnapra, semmink. És pláne egy karmelita kolostorban voltunk, igen. Igen, ilyen pici ablakokkal, és kint is csupa pára volt minden, tehát esély sem volt arra, hogy ott bármi is megszáradjon. És már, hát akkor is menni kell másnap. Hát kivettük a betét, a bakancsunk betéteit kivettük, az úgy megszáradt nagyjából. Igen. És akkor újságpapír, meg papír, WC-papírral tömtük tele a bakancsunkat, a cipőnket, hogy valamelyet felszikkadjon. Igen. De hát arra jó volt. Igen, jelenleges az ember. A minden szálláson kaptunk papírlepedőt és papírkuzatot a párnára, ugye arra kerül aztán a hálózsák és így tovább. És azt a használt papír párnahúzatot tekertük a lábunkra kapcaként, hogy ne legy, emlékszel? Igen, igen. És igen, úgy igen, mentünk, igen. És aztán két nap múlva teljesen száraz volt a cipőnk. Két nap kellett. Igen, igen, akkor volt bőven kihívás, és olyan jó látni, volt, hogy... Igen, volt, igen. De semmi bajunk nem lett. És hát volt egy nagyon kedves helyszín, a Herbon, tudod, amikor a kolostorban voltunk, a Ferences igen. Kolostorban, és pont 12-en gyűltünk össze zarándokok az asztalnál, a vacsoránál. Hát ez is egy hihetetlen volt, és az is mind a világ minden részéről. És gondolom, igen. Nagyon finomakat ettetek. Hogy igen, igen, ott kaptunk finom vacsorát, minden, és reggelit is, igen. Ott minden annyira egyszerű volt. És olyan minden természetes. És természetes. És még jobban ízlik. Igen. És mindenki saját cellát kapott. Igen. Mert csak 12-en voltunk, tehát elfértünk külön a cellákba, ez nagy luxus volt. Csak el voltunk éppen függönyözve itt a folyosó felől. Ez nagy felől. Luxus volt, mert tömegszállással. És aztán reggel az Ave Máriára ébresztettek bennünket, a Mária és az Olga. Igen, úgyhogy... ez egy kis kitérő volt ez igen. A kolostor, de megérte nem bántuk a kilométereket. Nagyon eldugott helyen volt. Nem bántuk, hogy kitérőt csináltunk. Milyen emlékeket hoztatok, tárgyakat is hoztatok nekünk, vágóképeknek? Mi az, ami mindig ott van egy zarándok úton? Ugye most a kagylóra gondolok. Igen, hát a kagylót azt megkaptuk. Igen, az elején megkapjátok. A sétemplomban, Portóban, a sétemplomban vásároltuk meg, és ezt fölhelyeztük a hátizsákra, úgyhogy ebből is látták, hogy mi milyen zarándokok vagyunk, és aztán ezt a kredenciált, ezt pedig ebbe gyűjtöttük a pecséteket mindenhol, ahol... Utunk során olyan állomások voltak, ahol kaphattunk pecsétet, begyűjtöttük, szemnél szebb pecsétek egyébként, és jó, mert az állomások helyszínei is itt fel vannak tüntetve, tehát nem felejtjük, hogy merre jártunk. Visszavágytok-e, Katalin és Róka? Lesz-e még El Camino, vagy valamilyen más út, akár hazai túrák? Hát hazai túrák biztos, hogy lesznek, és lehet, hogy még Camino is, hiszen... Még mindig vannak utak, amiket meg lehetne járni. Nem csak erre a világ más részén is, úgyhogy lehetne menni, de itthon is sokat megyünk. Igen. Úgyhogy... Meg aki ebbe belekóstol, az nem tud szabadulni ennek a varázsától. Ez valami hihetetlen. Megkönnyebbül a lélek, nem csak a lélek, a test is, sokkal könnyedebben mozogsz, és rájössz arra, hogy mi az, ami fontos az életben, hogy tényleg valóban annyi fölösleges dolgot cipelünk magunkkal, és meg annyi fölösleges tárgy vesz minket körül, hogy nincs szükség. Nekem az egész úton az volt a csodálatos, hogy tudtam, hogy abban a kis hátizsákban van plusz két bugyi, van egy felső pluszba, van egy másik nadrág, és akkor nem kellett azon agyalni, most mit veszek föl. Az volt, és kész. És mennyivel jobb volt.
És úgy elmosolyodok, mikor utazom valahogy, vagy utazom, és akkor látom a bőröndöt, és addig-addig pakolom, amíg meg nem telik, sőt, még jobban megpakolnám, és rájövök, hogy nincs szükség ennyi mindenre. Igen. És ez az életünkre is tényleg érvényes. Ezért az is nagyon érdekes, hogy ugye akár a hétköznapokban, de szereplésnél meg mindenképpen ugye sminkeli magát az ember. Hogy ez mennyire nem hiányzik. Hogy ez mennyire nagy könnyebbség, és igen, és mindig az arcunkra azt mondja, hogy na jó, most jó, most jól nézek ki, mert így vagy úgy kifestettem magam, és megcsináltam a fényeknek és a mindennek megfelelően. Ott pedig egy akkora felszabadulást hoz az a dolog, hogy végre. És mindig ránk van, az arcunkra van, hogy milyen jó napunk volt. Igen. Mikor milyen napunk volt? Igen. Mindenkinek az arcán lehetett látni, hogy az nap jó volt-e, vagy kevésbé. Igen. Nagyon örülök, hogy ilyen mosolyogva számoltatok be róla, és felidéztétek az emlékeket. Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, és nagyon sok szép utatot kívánok nektek. Köszönjük Én szépen. Elővehetek még valamit? Hogyne, tessék, örömmel. Én azt remélem, hogy meglepetést okozok neked. Huha, Zsóka. Huha, Zsóka. Örülni fogsz ennek, mert útközben is örültél nagyon. Jé. Igen. Fantasztikus. Hát ez a kedvenc. Így van. Ezt megmutattam. Ez a kis kosárka, vaníliával töltött kosárka. Igen. Ráolvasztott cukorral. Téged is megkínálhatom. Ez valami finom. Köszönöm, ez hogy gondoltál. A portugáloknak a nemzeti süteménye. Igen, és ezt nagyon mindenhol lehetett kapni, és nagyon finom volt. És nagyon olcsó volt. Ez még aránylag ilyen 50 centtől 1 euróig megkapható volt. Úgyhogy sokszor éltünk ezzel a édességgel. Úgyhogy hát, Zsóka, és ezt tudtál szerezni? Tudtam. Fantasztikus. Na, elárulod, hogy hol. Köszönjük szépen ezt a meglepetést. Nagyon jó. Nagyon jó. Nézőktől elbúcsúzunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Műsorunk végén következzen hétvégi programajánlónk. Szombaton 16 órától mutatják be a Szerb Egyházi Múzeumban az év műtárgyát, ami nem más, mint Zsivkovics Mihály alkotása a keresztre feszített Jézus új szövetség jelenetekkel. Az 50 perces vetétet képes előadás után meg lehet tekinteni az alkotást. Jó hétvégét és tartalmas kikapcsolódást kívánunk, viszontlátásra!